Fontos 3 pontot szerzett a legutóbbi fordulóban a Kisvárda, a Paks elleni 2-0-ás győzelem azt jelentette, hogy Boldog Tamás együttese megelőzte riválisát a tabellán. A már kieső helyen lévő Zalaegerszeg 2-1-re győzött Mezőkövesden, így megmaradt a két csapat közötti pontkülönbség. Révész Attila sportigazgató az elmúlt fordulók játékát látva optimistán tekint a hátralévő 10 forduló elé. Lényegesen jobban állunk, mint a tavalyi időszakban. Azért azt is hozzátehetjük, hogy most sokkal kiegyenlítettebb a bajnokság, mint az elmúlt évben volt. Tavaly ugyanebben a fordulóban 24 ponttal szerepeltünk, most 28-al, mégsem lehetünk most sem biztonságban. Annál is inkább, mivel mögöttünk a Debrecen és az Újpest az 1-1 ponttal van leszokatva, majd a kieső pozícióban helyezkedő Zalaegerszeg 4-jel, amely két mérkőzésen nagyon könnyen behozható. Én azt gondolom, hogy az első két 11-es fordulóban lévő eredményeink, ha megismétlődnek, akkor nem lehet problémánk. Én úgy érzem, hogy a Tominak a idejövetele az új lendületet fogadni. Nagyon precízen, nagyon alaposan és nagyon sokat dolgoznak a kollégáikkal együtt. Én úgy látom, hogy azt a játékrendszert, amelyet most már húzamosabb ideje képvisel a csapat, azt ők is tökéletesen viszik tovább, és én nagyon reménykedek, és nagyon bizakodó vagyok. Én úgy érzem, most a klubunk az egy olyan pályán van, amely szakmailag a közeljövőben nagyon-nagyon magasra tud majd lépni. Szombaton a legutóbbi 3 mérkőzését elveszítő Debrecen otthonában lép pályára Kisvárda. Debrecen pillanatnyilag mögöttünk van, úgyhogy azért mindenképpen közvetlen rivális. De hát azért utazunk oda, hogy pontokat hozzunk haza, nem veszíteni megyünk, hanem nyerni. Ez egyértelmű. Az esély az mindig ott van, hogy megnyered a mérkőzést, hogyha a hozzáállás rendben van, hogyha a forma rendben van, akkor én úgy gondolom, hogy ugyanannyi az esélyünk, mint az ellenfélnek. És én szívesen megyek Debrecenbe, mivel annak idején ott játszottam a hazai mérkőzéseket a Diósgyőrrel, úgyhogy mindenképpen kíváncsian várom ezt a mérkőzést. A Debrecen-Kisvárda mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Nagyerdei stadionban. A forduló további párosítása a következő: Paks Budapest Honvéd, Diósgyőr Újpest, Puskás Akadémia Molfehérvár FC, Kaposvár Mezőkövesd és Zalaegerszeg Ferencváros.